Kedves nézőink! Önök a 12. B-híradójának záró epizódját láthatják. Egy budapesti középiskolás osztályban a mértéktelen tanulás miatt vírusos Skibidi láz tört ki. A vírus rohamos terjedése miatt az osztályt bizonytalan időre karanténba helyezték. Kerületi idősek otthonában kísérleti státuszban lévő fiatalító gyógyszert tesztelnek vállalkozó kedvű önkénteseken. Ne feledjék el, staying alive! Meteorológiai szolgálat legfrissebb időjárás jelentése szerint a következő napokban országos zivatar várható. Just about.
Megszakítjuk adásunkat. Élő közvetítést láthatnak a jelenleg is tartó rendőrségi akcióról, melynek keretében a rendőrök egy visszaeső bűnözőt üldöznek, aki motorkerékpárral próbál elmenekülni. Hear the front door key and I flee out the back with a fistful of jewelry over the wall. Don't fall, wipe my sweat, cause that was a close call. Getting ganked by the E is a lesson. So, is there any more questions? Yes, as a matter of fact, there is. Have you ever been involved in like an armed robbery or a holdup? You mean a 211? Yeah. There's a store, but don't, boy, walk inside. Case of joint, one man behind a counter, another in the back. Go out to the car and load the gas. Grab the ski mask, here's a task. Going broke, come out with cash. Were you slick? Yeah, you gotta be cunning. Throw Ice Cube to leave the car running. Walk in, said this is a robbery. Didn't need the money, it's just a hobby. Fill the bag, homeboy, don't lag. I want money, beer, and a pack of zigzags. The man in the back had a camera, so he came out to test his stamina. Against Eazy-E, but he took one, fell to the floor. So I run back to the bucket, then I said punch it. Took the gun, and then dumped it. I'm not like Robin Hood, cause I want more stuff. Oh, so you're not exactly a role model. Not exactly. And for your listeners, what does Eazy-E think of himself? Eltelt az idő, ó, a bilincsek lehúznak. Hoppá! És kiillik majd a verzek kapuja. Előzetes láthatnak a csütörtök esti Táncláz élő műsorából, melynek koreográfusa Sátori Júlia.